2100-at írunk. Elszabadult a káosz. Gazdasági válság és klímakatasztrófa fenyeget. Az ötvös népének most már az új bolygó felfedezés jelenti az egyetlen reményt a fennmaradásra. Az ötvös űrprogram keretében Krisztin Németh Andrea tanárnő küldi fel Marcit, hogy megtalálja ezt az új otthont. Még sosem vettem részt egy ilyen fontos küldetésben. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog. Bíz Marciban, ha van olyan, aki talál nekünk egy új bolygót, akkor az ő. Igazad van, de egy élhető bolygó, ráadásul ilyen rövid idő alatt. Na mindegy, menjünk vissza a bázisra. És végül, mindig tartsd szem előtt a küldetés fontosságát. Az egész ötvös jövője múlik rajta. Értettem, tanárnő. Kérem, bízzon bennünk. Bízom benned, Marci. Marci, majd elfelejtettem. Ezek szükségesek az élethez. A többi triviális. Köszönöm, tanár úr. Biztos hasznos lesz. 10, 9, 8, 7, 6, 4, elszúrtam. 4, 3, 2, 1, előjem. Lőd el, tesó! Gyújtok egy rakétát, mint egy gangyalma! Jamaica feeling, rapapapapa! Várjatok, várjatok! Jövök! Itt KM12D. Egy hatalmas sivatagos bolygó felé közeledünk. Megkísérlem a leszállást. Sivatagos? Már csak az hiányzik. Vettem, Marci. Ez a meccs biztos beírja magát a történelembe. Számból vetted ki a szót. Én is pont ezt akartam mondani. Légy üdvözölve, Marci, ez a száraz nagy bolygó. Miben segíthetek? Azért jöttem ide, mert egy új élhető bolygót keresek az ötvös népének. Ha valamelyik dűne megfelel, maradjatok csak nyugodtan, de minket ne zavarjatok, mert meccset nézünk. Rendben, akkor megvizsgáljuk a helyet. Egy stúfen, meg egy póló. Ezzel mit kezdjek? Ja, és hogy ne felejtsem el, három dolog kell, hogy maradhassatok. Pénz, pénz, pénz. Minden adat a határértéken belül van. Alkalmasnak találom a letelepedésre. Normális vagy? Pénz még van, de Bayernesekhez. Jó, akkor menjünk tovább. Itt KM12D. Látunk egy másik bolygót. Leszállnánk. Vettem, Marci. Tanár úr, most hívott a Marci, ki kell számítanunk a leszállási paramétereket. Hogy nézzük meg ezekben a könyvekben? De, nézd csak meg. G, a magyar ABC 12. betűje. Nem abban, te! G, szabadesés, gyorsulás, normál. G, 9,81 méter per S2. Ez lesz az. Mi történt? Beleütközött az űrhajó a bolygóba. Azóta nem válaszolnak. Mennyi a G? 9,81. Itt írta a könyv. K?
9,81 a Földön. De ezen a bolygón nem, ez sokkal kisebb. Szerencsére viszonylag kis sebességgel ütköztetek bele. Valószínűleg nem történt nagy baj. Holnap keressétek meg Fecót, hogy nézzen rá a rádióra. Mondtam, hogy 12D. Hát ez nem volt egy sima landulás. Valamit tuti elszámoltak a központban. Megkeressük az esetleges hibákat, addig ti nézzetek szét itt ezen az idegen bolygón. Rendben. Sok sikert! Bring the hair! Sofort! Te érted, mit mond, he? Fogalmam sincs. Miről besz? Hozzátok már ide a macska, rúgja meg! Menjél! Hát ti mit kerestek itt, földi halandók? Hatalmasságosságod, azért jöttem, mert egy küldetésem van. Új otthont keresek az ötvös népének. A műszereink azt mutatják, hogy ez a bolygó alkalmas lehet arra, hogy gimnáziumunknak új otthona legyen. Hát alkalmasnak alkalmas. Akár még szó is lehet róla, hogy itt letelepedjetek. De előtte egy párbajt kell teljesítenetek. Rendben, melyik testőrével? Ezekkel, anyám, mi láttak? Velem, a hatalmas csillagharcossal. Bauchspeicheldrüsen Entzündung. Még nincsen vége. Unentschieden. Aber. Van még egy feltételem. Akkor maradhattok, ha megtanultok németül. Na, azt nem, már nem. Nem. Marci, most azonnal megyünk. Ezt nem. Igen, nem. 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 Itt KM12D. Egy szép kék és zöld bolygót látunk. Alkalmasnak néz ki az emberi életre. Nem értem, nem válaszolnak. Megrepáltak a rádió áramvevői, és az adórész sem néz ki túl jól. Biztosan megsérült a rádió. Menjetek csak, majd én figyelem. Üdvözöllek titeket ebben a földön túli paradicsomban. Látom, ti is megtaláltátok ezt a bolygót. Megtaláltuk a tökéletes bolygót. Érkezett azóta válasz a központból? Még mindig semmi. Akkor most hallottak minket? Nem tudom, lehet igen, lehet nem. Hát válaszolj! Nem tudom. Vissza kell mennünk, ki tudja milyen állapotok uralkodnak ott azóta. Jó, szedjük össze a többieket és indulás. Induljunk. Válaszoltatok a rádión. Mi próbáltuk veletek felvenni a kapcsolatot, de mindegy is, megtaláltuk a tökéletes bolygót. Ezt nem hiszem el. Ezt is lekéstem. Hangteszt?